Ebben a mai videóban azt nézzük meg, hogy a zöldségesből származó zöldség vagy a mirelit zöldség a jobb, és hogy hogyan tudunk több hasznos mikrotápanyaghoz jutni a zöldségekből. Szeretettel köszöntök mindenkit, én Újhelyi Szabolcs Zoárd vagyok. Sokáig el volt terjedve az a gondolat, hogy a mirelit zöldségek, tehát a fagyasztott zöldségek nem annyira jók a zöldségesben vásárolt zöldségekhez képest. A zöldségek nagyon keveset veszítenek a fagyasztásuk során a tápértékükből, és a fagyasztás hatására sokkal hosszabb ideig megmaradnak bennük a vitaminok, az antioxidánsok, tehát az idő előre haladtával lényegesen lassabban csökken a hasznos tápanyagszintjük, mintha nem lennének lefagyasztva. A fagyasztott zöldségek esetén a zöldségeket, ahogy leszedik, leszüretelik, szinte azonnal feldolgozzák, mivel a gyártónak az az érdeke, hogy a lefagyasztott zöldség az a lehető legjobban nézzen ki, mert csak így fogja tudni ugye eladni. Egyes mirelit zöldségek úgy készülnek, hogy 1-2 percig forró vízben főzik, hogy a baktériumoktól és gombáktól megszabaduljanak, majd utána azonnal hideg vízbe helyezik és lefagyasztják. Ezen folyamat során egy 10-20%-ot csökken kb. A zöldségek vitamintartalma, elsősorban a hőre érzékenyeké. Ezt az eljárást blansírozásnak nevezzük, saját magunk is csinálhatjuk otthon a saját kertben termelt zöldségekkel. Több helyen is lehet olvasni a neten a blansírozás folyamatát. Nem minden zöldséget blansíroznak, paprikát, leveles zöldségeket nem főznek fel, és a gyümölcsöket sem blansírozzák általában. Ha azután, hogy leszedtük a zöldséget, azonnal nem fagyasztjuk le, az idő előre haladtával folyamatosan elkezd csökkenni a vitamin és más mikrotápanyagtartalom benne, ugye leszedik a zöldséget, 1-2 napire bekerül a raktárba, majd utána általában nagykereskedőhöz kerül, az még további 1-2-3 nap, majd utána bekerül a zöldségesbe vagy az élelmiszerboltba, ahol eltelik 2-3 nap, mire megvásároljuk, majd hazavisszük, és a hűtőben is áll még sokszor 2-3 napot, mire elfogyasztjuk. A zöldségek tápanyagvesztése egy idő után szemmel is látható, a zöldség puha lesz, később fonyattá válik, a levelek lekanyulnak, a színe is megváltozik, besárgul, végső stádiumban poshattá válik. Tehát amikor bemegyünk a boltba, lehet, hogy egy olyan zöldséget vagy gyümölcsöt teszünk a kosárba, amely már hetek óta le van születelve, le van szedve a növényről. Egy ilyen zöldséghez viszonyítva a fagyasztott zöldség messze egy jobb választás. A zöldségek és a gyümölcsök lebontását enzimek végzik, tehát enzimatikus aktivitás zajlik, ami viszont leállítható a fagyasztással, vagy a kiolvasztás után ez a folyamat újraindul. Tehát a fagyasztás során az történik, hogy leállítjuk a növényben zajló természetes folyamatokat, amelyek a kiolvasztás után újraindulnak. Az enzimekre azért is tértem ki, mert az enzimek lényegesek az adott növény megemésztése szempontjából, hiszen segítik a testünket abban, hogy az adott zöldség vagy gyümölcs jól hasznosuljon az emésztésünk során. Ha maximális mennyiségű vitaminhoz, antioxidánshoz szeretnénk hozzájutni adott zöldségből vagy gyümölcsből, úgy annak legjobb módja, ha nyersen, frissen szedve fogyasztjuk, de lássuk be, ez a lehetőség a legtöbb ember számára nem adott. Vannak természetesen olyan zöldségek, amelyeket ugye meg kell főzni, mert nyersen nehezen tudjuk őket megemészteni. Ha csak valaminek nincsen éppen itt a szezonja, a friss után a második legjobb opció a fagyasztott zöldség. Az étel elkészítési módok közül a két legjobb, amivel a lehető legtöbb vitamin tudunk megőrizni bennük, az a gőzön párolás és a dobva-rázva pirítás 10-15 percig, például wokban. Egy picivel több vitaminvesztés megy végbe a főzés során, tehát ha vízben főzzük a zöldséget. De a főzésnél és a többi eljárásnál is az idő is egy fontos tényező, tehát lehet, hogy a párolás az egy kíméletes eljárás, de a másfél órán át pároljuk, végül nem sok hasznos mikrotápanyag marad benne. A főzésnél is hasonló a helyzet, az 5 percig tartó főzés sokkal jobb, mint a 15 percen át főznénk. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a zöldségek ideális felhasználásáról, nyomj egyet a videó alatti tetszik gombra, mert így a YouTube másnak is fel fogja ajánlani ezt a videót megtekintésre. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!